Ócsán rendkívüli testületi ülés keretében fogadták el a város idei költségvetését. Rendkívül testületülésen a költségvetés elfogadásra került. Milyen költségvetésnek néz elébe városa? Azt, hogy mondjam, ez a költségvetés is, akár csak az előző évek költségvetése is biztosítani fogja a város működését, és nem csak a város működését, hanem egyéb szociális kiadásokat is, valamint benne vannak azok a fejlesztések, amiket ebben az évben megkívánunk valósítani. Hogy itt a 19-24-es időszakot, ha nézzük, minden évben amit vállaltunk, azt teljesíteni tudtuk, ehhez igazított, részben ehhez igazítottuk a költségvetés, vagy a költségvetéshez igazítottuk az igényeinket, vágyainkat. Ez a kettő most is találkozott. De hogy miről is beszélek, egy kicsit konkretizálnám. Semmi újat nem tettünk bele egyébként ebbe az évi költségvetésbe. Olyan dolgokat folytatunk, amit már a 2023-ban elkezdtünk, terveink vannak, és nyilván igény van a városban arra, hogy ezeket megvalósítsuk. Értem ez alatt az Üllői úton, a Falu Tamás utcán elhelyezkedő gyalogátkelőhelyeket, Felső Bádon egy helyet akkor tavaly évben magántulajdonból, önkormányzatulajdonban vettünk át utcákat, és vannak olyan utcák, amelyeken még nincs aszfaltozott út, tehát itt utat kell majd építenünk, de vagy meg vannak már a terveink, vagy jelenleg folyik ezeknek az utaknak a tervezése. Tehát igazából a tavaly évről húzzuk át ezek a megvalósítását. Mindezek egyébként nem fogják veszélyeztetni a, a szociális ö, intézkedéseinket sem. Tehát tovább megy a tud program, ö, az évvégi majd csomagosztás, ugye jelenleg is érvényben van a rezsitámogatás program, tehát gyakorlatilag semmit nem kellett megszüntetni, most itt még gyorsan beszólom, hogy az önként vállalt feladatainkra is van, megvan a fedezet, ugye ez alatt az önként vállalt feladat alatt értem a fizikoterápiát, a vérvételi lehetőséget, egyházak, civil egyesület támogatását, tehát gyakorlatilag minden, minden egyben van. Nyilván oda kell figyelni, hogy uh, hogyan gazdálkodunk, keresni kell majd még bevételi forrásokat, hiszen az egy kicsit annyi volt, volt könnyebb a tavalyi év, hogy 170 millió forint uh, rezsitámogatást kaptunk az államtól. Ugye azért az, az elett, ha ezek a rezsiköltségek nem változtak, nem mentek le, viszont eddig nem hallottunk arról, hogy ebben az évben is. Uh, Leszünk ilyen szerencsések, tehát azért oda kell majd figyelni minden forint kiadására. Említett, hogy a tavalyi projekteket már idén folytatják, sőt, már is kezdték. Első körben lámpatesteket raktak ki. Hova? Igen, tehát ez egy nagyon apró, tényleg egy első lépés. Nagyon apró volt ez on-vezér, vezér utcákban, nem volt közvilágítás. Mikor ott találkoztam a lakókkal, hogy jövünk ezzel a kis meglepetéssel, még meg is kezdtem őket, hogy 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 eddig nem tették szó, vagy nincs közvilágítás, mert ugye ez az a rész, ahol nincs aszfaltos út, amit most tervezünk, és az év első felében szeretnénk megvalósítani. De úgy voltak egyébként egy biztonságos környék, úgyhogy megvoltak így is, de most nagyon, nagyon örülnek annak, hogy tényleg képítettük a közvilágítást. Hát ez az, az első, kis apró lépés volt ebben az évben, és aztán majd megyünk tovább. lehet -e tudni, hogy mi lesz majd a következő projekt, amit városlakok majd észlelni is fognak? Hát nincs egy időrend, ugye nagyjából ezek az útfelújítások azért, azt mondom, hogy tehetők nagyjából egy időpontra, hiszen március közepétől, ha nyitnak az aszfalthoz meg lehet dolgozni, és ugye említettem, hogy vagy vannak már kész terveink, vagy most folyik tervezés. Felsőbbában az ötös út mellett, hogy a gyalog átkelő helyre várnak, épp a mai nap érkezett meg a közútkezelőnek a levele, hogy örülnek, támogatják, és ki is jelölték a gyalogát átkelőjét. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy nagyjából szinte ezek egy egyszerre fognak ö, majd napvilágra kerülni, de ott van még az avodaudvar bővítése, tehát ezek mind a munkálatok, amelyek most ebben a téli időben, ugye a háttérben folynak, tervezünk, felmérünk, kimérünk, rajzolunk, és aztán, amikor kitabaszodik, akkor, akkor kivadolunk felük az utcára.